Dr. Gagyi József 1953-ban Marosvásárhelyen született. Költő, szociográfus, egyetemi tanár. Magyar-francia szakot végzett Kolozsváron 1978-ban. Tanár, majd a Művelődés című folyóirat székelyföldi munkatársa. Az erdélyi magyar etnonéprajzi vizsgálatok terepmunkása, társadalomkutató. Ma a Szapiencia Tudományegyetemen tanít, a terepen pedig olyan emberekkel is van alkalma beszélgetni, akik boszorkányokkal találkoztak. Máskor jósokkal és más köztünk élő jövendőmondókkal készít interjúkat. A tudás kevés, a hiedelem sok. Mondja az az antropológus, aki nem sokat árul el saját magáról, annál többet és érdekesebbeket az általa kutatott hiedelmekről. 2015-ben jelent meg a Hiedelem szövegek Székelyföldről című tekintélyes köteted, gyűjteményed a hiedelmekről. Nekem ez egy kicsit egzotikus terület, egyértelműen távol áll tőlem, városi gyerek lévén. Alapvetően az lenne a kérdésem, illetve kettő darab kérdés fogalmazódik meg bennem. Az egyik az, hogy a hiedelemkutató az tulajdonképpen a tudományos terminus technikusa annak, amit csinálsz, vagy aki vagy? Hát hiedelemkutató, népi vallásosságkutató, vallásosságkutató, tehát ilyen burkok vannak, de még azelőtt van neked kabala tárgyad? Nincs. És szerencse számod? Nincs. És olyan utca, ahol szívesen mész végig Vásárhelyen, és nem a párhuzamos utcán mész? Hát ez inkább a kényszerűség területe, mert kénytelen vagyok végigmenni ezeken az utcákon, de olyan, amire én úgy emlékeznék, hogy szívesen és örömmel, akár passzióból, nem nagyon és van. És a fekete macskákhoz hogy viszonyulsz? Tudom, hogy azt mondják... Az városban is van. Igen, tudom, hogy azt mondják, hogyha átszalad előttem az autó előtt, akkor abból valószínűleg baleset lesz. Én ebben sose hittem. Nem azt csináltad, hogy ilyenkor fékeztél és engedted, hogy aki hátul jön, az előzzön meg, és az menjen először ott át? Nem. Nem csináltál, jó? Mert vannak, akik csinálják. Tehát ez egy olyan típusú hiedelem, ami a kérdésedből legalábbis erre következtetek, hogy akkor ebbe a csapdába mindenki beleesik? A hiedelmek azok mindenütt jelen vannak, és örökök. Tehát voltak, vannak, lesznek. Nem szabad összetéveszteni a babonával, nem szabad összetéveszteni a téves elképzelésekkel, tehát azért ez egy általánosabb kategória, sőt, nagyon általános kategória a hiedelmek. Majd mondhatok, ha oda fordul a dolog, tudományos meghatározást is, de az emberek nem élhetnek hiedelmek nélkül, és nem élhetnek a hiedelmeken kívül. Az más kérdés, hogy ők úgy fogalmazzák meg, hogy nekem hitem van. Tehát, hogy nem élhetnek hit nélkül. Na, de a hit nem látszik. A hiedelem látszik abból a szempontból, hogy a macska átfutott, és én nem megyek tovább. Ez látszik. A hiedelem tulajdonképpen a hitnek a tárgyasítása? Hát a hitnek sokféle tárgyasítása van. Hát természetesen, hogy a vallásos szimbólumok leginkább azok a tárgyak, amik a vallásokban szerepet kapnak évezredek óta, örök. Ezek a tárgyaknak örök jelentései vannak, és a rítusok, tehát azok a cselekedetek, amelyekben ezeket a szimbólumokat felhasználjuk, vagy a szimbólumok köré épülnek, vagy a szimbolikus időhasználatnak a kialakítói, vagy a szimbolikus térhasználatnak a kialakítói ezek a rituális viselkedések, nem mindennapi, ünnepi, szakrális viselkedések. No. Nekem az úgy rokon szembes volt ez az alaphang, amit leütöttél, hogy visszakérdeztél. De akkor én most erre újra visszakérdezek, abban az értelemben, hogy akkor tulajdonképpen azt mondhatjuk, vagy hiedelemkutatóként azt mondod, hogy mindenkinek vannak ilyen hiedelmei, akár ösztönös, akár tudattalan, akár tudatos,
Tehát, hogy ez úgy lefedi az emberek mentálisát, lelkét, fizikai lényét minden szempontból? Tehát nincs olyan, hogy mentesülünk ezektől a hiedelmektől? Hát hosszan lehet válaszolni. Az egyszerű válasz az, hogy rengeteg olyan helyzet van, amikor nem működik a tudás. Sőt, nagyon kevés olyan helyzet van, amikor a tudás működik. Például a fizikusoknak a konyhaművészetben nagyon kevés tudásuk van valószínűleg. Meg a csillag, hát mondjuk a csillagászatban járt a szok, de a csillagoknak a mágikus hatásait valószínűleg, hogy a fizikusok, bár lehet, hogy azt is, az is érdekli őket így szabad idejükben, de vagy mondhatni azt, hogy a gyermeknevelésben, pedagógiában lehet, hogy a ragyogó fizikusoknak semmiféle tudásuk nincs, és nagy baklövéseik vannak, és a gyerekeik huligánok lesznek, vagy hogy mondták ezt régebb, vodkát vedelnek, és különböző fesztiválokra járnak, ezt Bodor Ádám írta valamikor régebb. Na, tehát a tudás nagyon kevés, a hiedelem nagyon sok. Én igazából azért kérdezem ezt, mert hogy laikusként, aki nem foglalkozik ezzel, azt érzékelem, hogy egy picit ez a hiedelem világ, vagy a hiedelem kutatás, mint olyan, ez a tudományosság, vagy akár a néprajzkutatás, vagy akár az egyházi folklór peremvidékén helyezkedik el. Ami azt jelenti, hogy nem tartják eléggé komolynak, mint olyat, ezt a tudományágat. Erre mit lehet mondani? Hát ez az évezredes küzdelme a racionalitásnak, ami tulajdonképpen a reneszánszig nem is nagyon görögöknél volt valamelyes győzelmi illúziója az, hogy racionálisan hogy lehet a világot, de egészen addig, amíg ki nem derült, hogy a nap fel kell ugyan, de egy helybe áll, és a Föld az, ami forog, ez elég későn derült ki azért ahhoz képest, meg ez nem egy tapasztalati tény. Tehát mi mindig azt látjuk, hogy a nap kell fel. Mai napig is azt látjuk, hogy a nap fel kell, és utána lenyugszik. Ez kell és nyugszik. Az egy mesei, mondai, hiedelem személy, hiedelem lény, a nap fel kell és lenyugszik. A Föld az egy nagyon biztos, állunk rajta és életerőt ad. Jó, tehát amíg kísérletileg, tudományos módszertannal, újra és újra megerősítve, ki nem derült. Apropó, ma van Kolumbusz partalépésének a napja, október 12. Tehát szegény Kolumbusz a 71. napon már azt hitte, hogy lecsorogott az űrbe, és egyszer csak a Barbados sziget. És az a hiedelme volt, hogy Indiába élt elég sokáig, amíg ki nem terítették, hogy azért ez mégse India. India azért távolabb van, tehát Magellán kellett ahhoz, hogy az a távolságot azért tényleg lehessen látni és bemérni. No, tehát hiedelmekkel élünk egészen addig, amíg tudományos módszertannal a hiedelem át nem alakul. A hiedelem átalakulását úgy hívják, hogy tudássá nem válik. És akkor itt ezt az egész folyamatot kellene megnézni, hogy mikor alakulnak ki azok a mechanizmusok, módszertanok, és mikor alakulnak ki azok az intézmények, egyetem, tudományos folyóiratok. Tehát azok az intézmények, amelyek azért vannak, hogy a hiedelmekből tudás legyen. Értem, visszatérve egy picit a kérdésemhez, hogy akkor alapvetően a modern ember szkepszise a hiedelmekkel szemben emiatt származik, ebből származik? Lényeges, eltértem. Tehát világos, hogy ezek hátraszorult, tehát végül is ezzel kezdődött, hogy úgy mondjam, tehát a bálványimádásnak, a babonáknak, a mágiának a kiszorulása már a kereszténység elején is, ami nem azt jelenti, hogy megszűnt. Nem szűnt meg. Tehát én
annak a tudományos elvnek a híve vagyok, hogy szinkrétizmus van, ami azt jelenti, hogy párhuzamosan több hiedelem van. Tehát mi a mai nap is van sámánizmus? Van. Van, aki valami olyan fajta hiedelem együttest gondol el, fogad el, és ebben él, ami egykor sámánizmus volt. Van a szellemhit, a természet fűnek, fának, bokornak van lelke? A gépeknek van lelke? Ez egy olyan kérdés, aminél talán szürreálisabb kérdést én még nem nagyon hallottam. Hát ez egy nagyon természetes kérdés. Hát mert hogy én a lelket alapvetően az élő lényekhez kötöm, és ilyen értelemben el nem tudom képzelni, bár úgy tűnik, hogy én nagyon materiális gondolkodású vagyok, de hogy a lélek alapvetően az organizmusnak a tulajdona, és nem a tárgynak. Igen. Ilyen értelemben mondom, hogy nem azt mondom, hogy ez egy rossz kérdés, hanem hogy szürreális a számomra, ami egy pozitív dolog. Ez egy nagyon lényeges felvetés, hogy mit jelent az, hogy organikus szerveződés. És mi az, amit ezzel szembe szoktak állítani, hogy organizált, szervezett, intézményesített, jogilag kanonizált, mindaz, ami az államhoz kötődik, ami megjelent, és egyre inkább a társadalmat valamilyen irányba kezdte kényszeríteni, vezetni, ahogy tetszik, tehát kényszerítés vezetés, tehát a hatalomnak a működése. És a hatalom működéséhez úgy néz ki, az emberek életéhez úgy néz ki, hogy közösségek kellenek, a hatalom működéséhez úgy néz ki, hogy intézmények kellenek. Természetesen a közösségben is van hatalom, tehát van az, akit lídernek neveznek, tehát a törzsi társadalmakban mindig van valaki, akit elfogadnak főnöknek. Tehát egyezzünk meg, nem ő harcolja ki, és nem ő az, aki kényszeríti a többieket, hanem elfogadják. Királycsinálás zajlik alapvetően. És addig fogadják el, amíg valaki más nem tesz olyan dolgokat, hogy inkább őt fogadják. Tehát nem megölni kell, bár van egy ilyen, hogy a királyt megöljük, és ilyen a következő király, de itt nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy a közösség érdekében ki az, aki már hasznosabb, mint az, aki eddig vezető volt, líder volt. És akkor őt kérjük meg, és ha vállalja, mert nem biztos, hogy vállalja, mert ez nem egyértelműen, akkor ő lesz az, aki vezető. De ez egy nagyon régi mese. A lényeg az, hogy mindaz, amit hiedelem, és amit én általában hiedelemnek mondok és mesélek első pillanattól kezdve, az visszaszorult a régi, elfelejtett, meghaladott, nem létező kategóriába. És én azt állítom, és nem csak én, hát ezeket olvasom én, és ezekről van szó, hogy például az a hiedelem, hogy lesz világvége. Hát, az egy nagyon élő hiedelem, hogy az UFO-k fognak eljönni, és a kevés igaz embert elviszik, vagy Jézus személyesen fogja mindegyiket kézen fogni, vagy hogy, hát, és hogy mikor. Na hát, ezek mind ilyen kérdéses dolgok, de lesz világvége. Nyugodjunk meg, lesz világvége. Igen, de az egy túlságosan felszínes magyarázkodás, hogy a laikusok részéről és zsigerből jön az, hogy alapvetően azért szorulnak vissza ezek a hiedelmeink, még akár rurális környezetben is, mert hogy van egyfajta digitális imperializmus, amiben élünk, egyfajta modern előretörés, és hogy a gépek kezdenek meghatározni bennünket, és alapvetően nem az a termőtalaj, amiben élünk, ahogy éltek annak idején őseink falusi, vidéki környezetben. Tehát, hogy ilyen értelemben billen el ez az egyensúly, vagy ilyen értelemben szorulnak vissza ezek a hiedelmek? Tehát organikus, ami azt jelenti, hogy természetes. És az én kérdésem az, hogy az embernek, mint élőlénynek csak az állatokhoz és a növényekhez lehet természetes viszonya? Nem arról van szó, hogy az emberi természet az létrehozott egy saját világot,
És ebben a saját világban keresi, megkapja, nem kapja meg, rosszul érzi magát, elvágyódik belőle, tehát az emberi természet, kultúrának is hívják, az emberi természet az a kultúrában kell jól érezze magát. Kultúra azaz azt jelenti, hogy a naturának az ellentéte. Mondták a rómaiak, ugye van a natura, amit nem műveltek, meg a kultúra, amit megműveltek. Az ember beavatkozott, átalakította, és már nem tud anélkül élni, hogy ne ott legyen. Itt a probléma a visszaúttal van, tehát hiába képzelték el Rousseauék és mások, nem lehet visszamenni. Nem lehet már gépek, nem lehet áram nélkül. Lehet-e Facebook nélkül? Na, kérdezhetünk mindenféle. És mivel mindez, amiről beszélsz, a kulturális emlékezet részévé vált, ezért ez csak egy látszólagos dolgok, hogy ezek visszaszorulnak az életünkben? Miről beszélünk? Mi a domináns téma? Mi az a tudományos terület, ami éppen divatos, amit éppen mindenki elővesz? Hát vannak vírusok. A vírusokat nem látjuk. A betegség az van, azt érezzük, de ez is egy nagyon új fejlemény, hogy van olyan, hogy modern orvostudomány. És a modern orvostudomány az nagyon érdekesen azzal kezdődik, hogy a halott ember, a boncolással. Valamikor Napóleon a csatamezőkön rengeteg hullát gyártott, de ugyanakkor csonkák, bonkák, bénák is voltak, úgyhogy a sebészet fellendülése az Napóleonnak, és a boncolás is Napóleonnak köszönhető, hát nem csak Napóleonnak, de szóval van azért, amihez inkább történetileg kötni, és akkor kialakult az a tapasztalat, hogy a halott test az milyen. Nagyon érdekes, mert a halott testet azelőtt elengedték. A halott test az nem létezik. Na most már az emberi kultúrában a halál az központ. Ez világos és egyértelmű, hogy mivé leszünk. Hát mi voltunk természetesen, de mivé leszünk? A tudomány nem tud erre választ adni. A tudomány egzisztenciális kérdéseket nem tárgyal. Aki tudós és mégis egzisztenciális kérdéseket, mi végre vagyunk, az filozofál, teológiai szempontból közelíti, vagy pedig társasági csevegésben 5 perc alatt elmondja a világ kezdetéről és a végéről a véleményét, és akkor elmondja egy másik is, és milyen jót beszélgettünk. De ez csak egy pillanatnyi helyzet, tehát nem tudás. Igen, de most már egyre több az az elmélet, ami például a teremtés történetet alapvetően az evolúcióval harmonizálja, és egyértelműen arról beszél, hogy tulajdonképpen az, ami a teremtés tetteben le van írva, azt a tudomány mindenképpen megtámogatja, éppen az evolúció történettel, éppen a nagy ősrobbanással. Tehát, hogy csak különböző féleképpen narrálunk ezekről a dolgokról, de ugyanarról beszélünk. Különböző féleképpen narrálunk, és a közbeszédben és a publikus teret, melyik az, amelyik inkább elfoglalja. Van egy ilyen meghatározás, hogy tudomány az, ami kritizálható, ami vitatható. A hit az, ami nem vitatható. Itt csatlakozom. A hit az, ami nem vitatható. Mert az mindenkié. Igen, itt csatlakoznék rá arra, és egy picit még hintáztatnám ezt a tudáshiedelem opozíciót, ha van egyáltalán ilyen. 1977-ben azt nyilatkoztad egy interjúban, hogy a tudás és a hiedelem tulajdonképpen egyőkerű. Nincs ellentmondás ebben a mondatban? Legalábbis számomra olyan értelemben, hogy a tudás az exakt, a hiedelem, az úgy eléggé spekulatív, ha így vesszük. Én azt mondanám, hogy a tudás nagyon bizonytalan, efemér dolog, állandóan változik. A hiedelem az nagyon stabil, nagyon ősi, és hogy úgy mondjam, a tudásnak a, hát ezt paradigmának mondják, elképzelésrendszereknek, azok egymást váltják.
a Föld keletkezéséről és az első lábnyomokról is újabb és újabb elképzelések, hipotézisek vannak, de azok megdőlnek és újak jönnek. Na most már a tudománynak ez az ereje, mert abban, ami biztos, azt lehet alkalmazni. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes ügy, hogy 1880-as években Louis Pasteur a vakcinákat kifejlesztette először a lépfenére, utána pedig a veszettség ellen. És a lépfenét azt tényleg az egy nagy Franciaország északi felén falvak sorában az állatoknak és embereknek halálos betegsége volt, ez az antrax. És az első a érvényes vakcina az egy antrax elleni vakcina volt, ahol szépen laboratóriumban megcsinálták a megfelelő kísérleteket, nem emberrel kezdik, soha senki emberrel nem kezdi a vakcinákat, hát könyörgöm. Az csak a kémfilmekben, az Isten tudja hol van, hogy akkor az embereket zombikká oltjuk. Na jó, tehát kimentek és beoltották. És figyelték a hatásokat. És kiderült fél év, egy év után, hogy statisztikailag megszűnik azokban a területeken a fertőzés. Ami nem azt jelenti, hogy a mikrobák nem voltak ott, hanem azt jelenti, hogy az ember immunrendszere megváltozott. A vakcinák tényleg képesek az ember immunrendszerét befolyásolni. Ez olyan, hogy a kedves diákok, én nem azt kérdem, hogy mit hisznek, hanem azt kérdem, hogy kaptak-e ide a kezükbe olyan BCG oltást. Ami azt jelenti, hogy mindenki kapott, aki első, második, harmadikos, mert ez kötelező, a BCG oltás. Tehát egy ilyen kis pupocska nő, és vagy megpirosodik, vagy nem. Igaz? Igaz ez? Na szóval, igen. És akkor ez mit jelent? Ez azt jelenti, ha megpirosodik, hogy a tuberkulózis bacillus az a föld népességének egy harmadába benne van. Természetesen nem lesznek betegek, mert az emberi szervezet az harcol. Tehát legyengült szervezet kell, stresszes szervezet kell, beteg szervezet kell, alultáplált szervezet, mindenféle olyan dolog kell, amiben ezt a drága romantikus betegséget, hogy TBC, ezt azért az embereknél kifejlődik. De hát ez az Egyiptomban már kaptak olyan mumiákat, ahol ez a megvan. Tehát ezek ez az együttélésnek a biológiai sajátosságunk, hogy már pedig együtt kell érjünk a vírusokkal, és felvesszük a harcot ellene, és Pasteur óta ez a harc sikere. Hát ezek nagyon érdekes dolgok, mert az emberek nem gondolják meg, hogy ilyen hatalmas világ megváltoztató dolgok, mint a gyarmatosítás. Hát kérem, Afrikát nem lehetett volna gyarmatosítani, ha nincs vakcina. Hát a sárgaláznak, egyszerűen nem tudott volna a fehér ember azt csinálni a világ egy jó részével, amit csinált, ha ez a Pasteur a kolonizációt és a kapitalizmus terjeszkedését, és mondhatjuk sokféleképpen, nem segíti azzal, hogy na most akkor a katonákat beoltjuk, az adminisztrációt beoltjuk, mindenkit beoltunk, és akkor megyünk, és Afrikában megteremtjük azt a gyarmatbirodalmat, amit aztán 44 után feladunk, és másképpen kezeljük. Hát na jó, egy ilyen magas labdát nem lehet leütni, hogy ne aktualizáljuk a vírus kapcsán a mostani az eseményekre. Tehát ugye a Covid, hogy alapvetően mi az, ami a Covid körül szerinted tudományos mérce szerint elfogadható, a tudományosság szűrőjén alapvetően átmegy, és mi az, ami a hiedelem világunk részévé válik. Vagyis nem ellenőrzött, spekulatív, és az emberek szinte kreálnak köré konteókat, hogy valamilyen módon túléljék. Tehát, hogy ez egy elég egy kemény dolog, helyzet, amiben vagyunk. Egy dolog. Azt látjuk, és tény, hogy ez az egész járvány, ez tulajdonképpen hiedelmeknek a járványa. A hiedelmek közlekednek, jönnek-mennek a hiedelmek.
A sajátos helyzet az, hogy az első olyan járvány, amelyik internetes közegben van. Tehát a hiedelmek jövése, menése az sokkal gyorsabb és könnyebb, mint a spanyol nátha idején. És ehhez még az járul hozzá, hogy a hiedelmek mindig rendszerszerűek. Ami azt jelenti, hogy az én fejemben van egy rendszer, hogy a fekete macska az rosszat jelent. És a másik fejében van egy hiedelem arról, hogy én nem törődök a macskákkal. A macskák jönnek, mennek, hogy azok éjjel-nappal milyen úton, hol mennek keresztül. Engem egyetlen egy probléma, nehogy elüssem, mert én állatvédő vagyok, és azt nem szeretem. Jó. És ez két teljesen külön rendszer, ami azt jelenti, hogy sok más hiedelem is van vele együtt. És az egyik, konkrétan, elmentem egy faluba, azzal kezdett, hogy Gyergyó-Kién falva. És Gyergyó-Kién falván van egy sajátos jelenség, a vízhálózat elég szegényes, és ahhoz, hogy mielőtt a rendszert kiépítették, a vezetékes vizet kiépítették volna, különböző kutakhoz kellett járjanak a szomszéd emberek. És éppen ezért nagyon erős volt az a hiedelem, és sokan számoltak be arról, hogy hát igen, ez fontos, ez be kell tartani, hogyha üres vedret vivő asszonnyal, emberrel találkoztam, akkor visszafordultam, mert nem lesz szerencsém. Aha. Tehát nem az a probléma, hogy üres a veder, nem az a probléma, hogy vizet csak így lehet vinni, az a probléma, hogy vannak emberek, akiknek a rendszerében ez így beletalál, hogy igaz, hogy Gyergyóba vásárolom, s én kellene menjek, de nem lesz szerencsém. Ma nem, jövő héten. És hamarabb megyek, mielőtt Mariska néni a vízért menne, és akkor nem találkozunk. Szóval mindenféle ilyen egyéb dolog. Tehát rendszer. És sajnos a Covid-ban is erről van szó, hogy a rendszerben mit talál bele az információ. Ez a buborék kérdése a Facebookban, így fejezték. Tehát ha talál az én rendszerembe az, amit közöltek, akkor lájkolom, hát így van, hát megerősít. Tehát a megerősít az emberek nem azt keresik, hogy őket bizonytalan helyzetbe rángassák bele, hanem azt keresik, azokat az információkat, ami őket a hiedelmükben megerősíti. És ez egy válogatás. És ezáltal generáljuk ezeket a hiedelmeket, amplifikáljuk alapvetően, és főleg, hogy most a virtuális térben erre rendkívüli és széles és határtalan lehetőség van, ezért gondolod azt, hogy ilyen módon fragmentálódnak az oltás ellenesek az oltás pártiakkal? Tehát, hogy alapvetően például az oltás ellenes, az tulajdonképpen csak a hiedelmek alapján. Mindig kell gondolni a szürke zónára és az átmenetekre. Tehát ez, hogy egyik rész, másik rész, hát ez látványos. Az emberek nagy része bizonytalan és nem dönti el. Hát ez úgy van, mint a választáskor, hogy hát én akkor most mit csináljak? Elmenjek, ne menjek, ez legyen, az legyen. Úgy a politika alapvetően a jövőbe vetett hiedelmekre épül. A kampány az hiedelemgyár. A politikai kampány. Akkor miről beszélünk? Határozottan. Hát akkor mit tudunk mi, mikor választunk politikusok között? Hát a múltról bizonyos dolgokat tudunk, de egyébként egy jól szervezett hiedelem és a kommunikációs mesterség az a hiedelmek jó szervezésén múlik, akár márkáról van szó, akár egyébről. Ez nekem nagyon tetszik, hogy a kampány tulajdonképpen a hiedelmeink összessége, vagyis generálása, de akkor az ember mit tehet, hogy ne vegyen részt ezekben a közösségi, vagy akár demokratikus akciókban, hogy választásra megy? Ha az életünket éljük, akkor azt jelenti, hogy a hiedelmek segítségével éljük. Csak természetesen azokról a hiedelmekről van szó, ami a mi rendszerünkbe beletalálnak. Amire szocializálódtunk, hát az etnicitás az egy nagyon érdekes dolog, tehát egy faluba együtt laknak ilyen és olyan etnikumúak, és akkor nagyon érdekes az, hogy mit gondolunk a másikokról, hogy azok miért jók, vagy miért rosszak, és mi van bizonyítva arról, hogy azok miért jók és miért rosszak. Tehát az egész hiedelem problémának a gyökere az,
hogy a tudományra van idő, a bizonyításra, utána lehet menni. A laboratóriumban meg lehet ismételni. Ki lehet találni más módszereket. El lehet vetni, ami nem jó. Újabbat lehet keresni. Az életünket nem így éljük. Az életünket mi úgy szeretjük élni, hogy mindig a legnagyobb biztonság van. Mindig önmagunkkal harmóniában, mindig a társadalommal harmóniában, és ez csak úgy lehetséges, ha azokat a hiedelmeket hisszük el, ami nekünk és épp a létező társadalomnak, vagy társadalmi csoportnak jó. Ami a szomszédnak van, az egy teljesen más helyzet. Ez egy nagyon érdekes dolog, mert ezek mind ilyen az emberi viselkedésnek a gyökerénél vannak, van az etológia nevezetű tudomány, és akkor ott azt mondják, hogy már pedig az egy alapvető dolog, hogy az én csoportom és a másik csoport. És amikor találkozik a két csoport, akkor világos a különbség. Egy, különböző nyelveket beszélünk. Kettő, különböző isteneket hiszünk. Három, különböző a ruházatunk. És így tovább, rengeteg különbség van. A nagy csoda ebben az egész emberi kultúrában, hogy igaz, hogy van egy szabályozott emberírtó tevékenység, szabályozott kulturális tevékenység, úgy hívják, hogy háború, de ugyanakkor több más szabályos és békés tevékenység van, úgy hívják, hogy kereskedelem, úgy hívják, hogy a rokonság kialakítása, tehát én adom a lányomat, te adod a fiadat, és ezután mi rokonok vagyunk, és nem háborúzunk, és segítjük egymást. A rokoni szerkezet nagyon ősi, és alapvetően nagyon érdekes az, amit vérfertőzésnek, incestusnak mondanak nagyon sokat, e körül rengeteg tanulmány van, mert hát ez egy fantáziát megfogó dolog, és ennek csak az egyik változata az, hogy az incestus az azt jelentette, hogy én megsokszorozom a rokoni szálamat. Nem azt jelentette, hogy a testvéremmel nem, mert a testvéremmel adott esetben igen, s az anyámmal s egyáltalán. Ez azt jelentette, hogy én gazdasági, hadi szövetségre lépek valakitől. Ez nagyon, nagyon érdekes, ilyen új-guineai terepmunkák vannak, ahol leírják, hogy egyszerűen azt mondták, hogy hát igen, mi persze, hát hogy is mondjam, hát a szex az egy dolog, de hát te azt mondod, gazdasági hogy ne legyen nekem sógorom. Hát a sógor, nekem van testvérem, egy fiú testvérem, de ha lesz még egy sógorom is, az már ketten tudunk dolgozni, ketten tudunk harcolni, könyörgöm. Hát ez egy óriási dolog, amikor a kooperációs felületek alakulnak át, és lesznek egyre nagyobbak. És hogy ez a gyarapodás lényege is, vagy alapja. De picit visszatérnék oda... Az emberiség még nem jutotta ki egymást, bár közel volt. Igen, de picit még visszatérnék oda, akkor abból, amit mondtál a hiedelmekkel kapcsolatosan, arra kell következtetnem, hogy miközben mi alapvetően racionális lényeknek tartjuk magunkat, masszívan a hiedelmek határozzák meg az életünket, és a ritmusunkat, és az életünk lüktetését. Mióta? És ilyen szempontból, bocsáss meg, ilyen szempontból mégsem annyira marginális ez az egész hiedelem világ, mint ahogy én azt az elején mondtam. Mai tudásunk szerint mióta van racionális ember? És miből lehet arra következtetni, hogy van és racionális? Mert az archeológiai kutatások azok mindig valamilyen vallásos tevékenységeket tártak fel. Mi az, hogy racionális ember? Görögök talán? Az írás megjelenése? Hol kezdődik ez az egész racionalitás? Mit nevezünk racionalitásnak? Hát igen, valamilyen logikai lépéseknek a betartását, valami időrendnek amit a betartását, illeti, tehát mindenféle tehát ilyen van dolog rendszer. Van, de ezt mindenütt azt mondják, és úgy írják az általam olvasott könyvekben, mert hát nem a magam fejétől beszélek, hogy a 0,1%, tehát maga a tudomány és a tudás az az emberiség 0,1%-ára jellemző, és a racionális gondolkodás is, nagyon kevés százalékra jellemző a racionális gondolkodás hite, hogy azt hiszem, hogy racionálisan gondolkozom, és így választok párt például,
Nos, akkor gondoljunk bele, hogy a szerelem milyen racionális egyáltalán, na de hát van, mert a rokon választás, megnézzük, hogy hány tehene van, megnézzük, hogy hány hektár földje van, mindenfélét megnézünk, milyen cége van, stb. Stb. Tehát vannak azért ilyenfajta racionális elképzelések, de az ember alapvetően, tehát ha meg akarom határozni az embert, akkor nagyon kis részében racionális. Nem tudom, hogy egyetértesz-e ezzel. Ezzel teljes mértékében az jut eszembe, hogy én alapvetően racionális embernek tartom magam, de állandóan azon kapom magam, ha egy kicsit mélyebben belegondolok, hogy a döntéseim sokasága, a cselekedetem, az, ha igazán megnézem, akkor nem racionális fogantatású. A racionalitás mítosza reneszánsz óta nagyon erős, mint mítosz. És szemben, mert a reneszánsz ugye a vallással folytatja a nagy harcát, azaz nem is a vallással, ami az egyházzal, és a felfedezések azok tulajdonképpen az egyházi dogmák ellen próbálják elmondani, hogy mégiscsak a nap áll és a föld forog, mert ezt látjuk, és aztán jönnek mindenfélék, mert hát végül is a Kolumbusz is nem ott kezdte, hogy elindult, hanem ott kezdte, hogy a portugálok azok az 1300-as években elkezdtek délfele hajózni, és kikísérleteztek egy olyan gályát, ami inkább tengerbíró volt, meg megismerkedtek a passzátszelekkel, amit senki európai nem ismert, mielőtt nem mentek volna oda, ahol a passzátszelek fújnak. És akkor azt, hogy lehet így és így hajózni, és vissza is lehet jönni, ez egy nagyon érdekes európai felfedezés volt, az Európából való kiszabadulás, a tengerek uralása szempontjából. Hát persze volt még egy dolog, amit felfedeztek, ami egy szörnyű dolog, és ami itt a tudománynak az alapja, és a tudományos tevékenységnek az alapja. Ez szintén egy portugál szó, ez a rizikó. Tehát ha egyszer elindulok, akkor lehet, hogy nem térek vissza. Igen. A tudomány az sajnos ilyen, hogy leszámolok az illúzióval, amikor fel akarom fedezni az északi sarkot vagy a déli sarkot, akkor leszámolok azzal az illúzióval, hogy én biztos megúszom, akkor nem indulok el. És így tovább, tehát a tudományos, hát mondjuk ez nem a laboratórium, de a földrajzi és a világűrbeni felfedezések, a jövendő felfedezések mögött azért alapvetően azt mondják, hogy emberi kíváncsiság. Hát, alapvetően a rizikó van. Nem baj, ha elpusztulok. Igen, tehát mivel ezt a beszélgetésünket remélem a Székelyföldön is nézik, és alapvetően a Székelyföldön gyűjtöttél, ezért próbáljunk egy picit ráfordulni erre a kérdéskörre is. Elsősorban, ha röviden erre válaszolnál, hogy ez egy családi vonatkozás, hogy pont a Székelyföldet céloztad meg a kutatásod szempontjából, a gyűjtés szempontjából, mondjuk mi nem a mezőséget, vagy Kalotta-Szeget, vagy bármi egyebet? Vagy honnan hát jön ez a fajta inspiráció? Az egyetemen, amikor szakdolgozatot kellett írni, akkor adott volt, hogy az apám szülőfaluja környékén kezdtem el, és akkor utána Marosvásárhelyre, Csíkszeredába kerültem, és akkor Csík környékén, Gyimesre. Nagyon fontos hely a hiedelmek szempontjából. És mit tapasztaltál ott? Tehát, hogy hogyan tudnád ezt így összefoglalni nekünk, hogy mennyire mélyen gyökereznek ezek az emberek alapvetően ebben a hiedelem világban, amiről írsz? Volt egy olyan mennyire korszak, meghatározzák őket? Volt egy olyan korszak, amiben én beleszülettem, felnőttem benne, egyetemet végeztem, és elkezdtem a pályámat. Úgy hívják, hogy szocializmus. Ez alapvetően egy racionálisnak gondolt korszak volt. Hát persze éhezni nem nagyon lehet racionalizálisan, meg a hatalmat elviselni is, és a szabadság hiányát elviselni is, az végül is nem lehet racionálisan magyarázni, hogy az miért jó. Próbálták természetesen. Ez alatt az idő alatt ez a társadalom, Székelyföld is, modernizálódott, szocialista modernizációnak nevezik. 50-es évek, 60-as évek környék, 60-as, igen. 70-es évek, kollektív, igen, városiasodás, stb. Ami azt jelentette, hogy átalakult az elképzelésrendszerük, átalakult a viselkedésük, az új generációk azok már az új technikai feltételek között nőttek fel, de én úgy gondolom, hogy ez a fajta gondolkodás, hogy van a mi hiedelemrendszerünk,
ami újabb elemek is vannak, de csak azok az újabb elemek jönnek be, amik a régiekkel találnak, tehát kompatibilis kell legyen. Nem lehet irracionalitás úgy, hogy abban ne legyen racionalitás, ne találjanak egymáshoz a különböző hiedelmek. Ezek továbbra is működtek. Tehát megdöbbentél ezen, hogy a gépnek van lelke. Hát én most erről készítek interjúkat, hogy van-e a gépnek lelke. És szépen elmondják. És akkor arra van egy borjúja, és van a traktorja. És akkor azt kérdem, hogy melyiket szereti a legjobban. Azt mind a kettőt szeretem. És akkor kérdezem, de a borjú szereti magát? Igen. De a gép szereti magát? Igen. Na ezt hogy érti? Hát nem a Ez egy nagyon érdekes ügy. Tehát a szerves világnak a kérdése, ami egy hosszú távú tevékenység, tehát mondtam már, hatalom, szervezet, adminisztrált, modern világ, és az alatt a közösségek organizált, állandó, fentmaradó világa, hát már, bocsánat, de a legalapvetőbb közösség, ahol ez az egész állami intézményesítettség nem létezik, például nincs pénz, amelyik mérje a tevékenységeket. Hát ez a család. Hát nem azért dolgozunk a másikért, a gyereket nem azért neveljük, mert az pénzbe kifejezhető. Dolgozni azért, a munkahelyen azért vagyunk. Igen, munkáról lévén szó, alapvetően a székelyföldi földművesnek muszáj lelket kölcsönöznie a traktornak, akivel naponta randizik. Tehát, hogy alapvetően ez nem azt jelenti, hogy a traktornak van lelke, hanem a székelyföldi ember hiedelem világában él úgy, hogy van lelke. Bokornak, fűnek, fának van lelke? Ha elhisszük, akkor igen. A traktorról is, ha elhisszük, akkor igen. Erről beszélünk. Akkor megegyeztünk. De milyen, például Gyimes, nézzük meg a Gyimes vidéket, engem egy picit úgy megdöbbentett, hogy milyen elevenen él a boszorkány hit a gyimesekben. Ugye erről te is írsz, és hogy van ez? Tehát, hogy számomra a boszorkányság alapvetően az Észak-Európa, persze picit ilyen legendáriumokban és filmekben gondolkodom, de hogy ez már tömegkultúra. Azért ez így meglepő, hogy miért ér ilyen elevenen például a Gyimesben a boszorkányhit? A gyimesekben. Hát először is a boszorkány az egy a rosszak és a rontók között. Tehát a kérdés nem az, hogy a boszorkány vit, hanem hogy az emberi életet mi az, ami megfertőzi, megrontja, bűnössé teszi, és ezért az embernek lakolnia kell. Beteg lesz, meghal, stb. Stb. Most már én egy nagyon általános modellt mondtam, ebbe a boszorkány csak az egyik. És hogy nem a sötétnyílen suhanó boszorkányról beszélünk, hanem az, ami az ember. Azt a filmben könnyű megcsinálni, a seprügyélen sugarú boszorkány és mindenféle egyebet, de itt a kérdés alapvetően az, hogy mi együtt élünk embertársainkkal, és ebben az együttélésben vannak, akik jót tesznek velünk, és vannak, akik rosszat tesznek velünk. Te ezt elhiszed? Hogy jót tesznek velünk embertársaink? Vagy hogy rosszat tesznek? Vagy hogy megátkoznak? Én ezt teljes mértékben elhiszem. A kérdés az, hogy kik ezek? Kik ezek? Hát akiről én biztosan tudom, hogy a szomszéd utcában lakik, hajlott háttal jár, fekete macskát tart, és amikor hozzánk átjön, akkor beszélget, de én megfordítom a sapkát, vagy a seprűt a sarokba, és amíg felfele áll a seprűnek a búrja, addig nem tud elmenni, mert meg van kötve. Na hát, aki így viselkedik, az mind boszorkány. Én ezt nem hiszem el. Mármint olyan értelemben nem hiszem el, hogy el nem tudom képzelni, hogy ilyen bizonyos értelemben transzcendens tulajdonságokat kölcsönözzek embereknek, és hogy ebből kifolyólag én akár rettegésben éljek. Te nem vagy gyimesi. Nem vagyok gyimesi. Te nem vagy ebben a kultúrában. Te más hiedelemrendszerben nőttél fel. Te más hiedelmekkel élsz. A rossz neked más képekbe jelentkezik. Másképpen félsz megcsinálni valamilyen dolgokat, mert az bűn, és annak következménye lesz. Másképpen próbálod az életedet úgy rendezni, hogy menekülj ilyen helyzetekből.
a lólábú asszony történetét hitelesnek gondolod, és valóságosnak? Na, az egy nagyon érdekes helyzet. Ez tényleg egy szenzációs dolog, mert ez is egy örök, hogy 1988-ban vagyunk. Mondd el, hogy mi ez a lólábú asszony. 1988-ban vagyunk. Ceausescu korszak utolsó két éve. Megszorítások, problémák, végjáték. És egyszer csak megjelenik a lólábú asszony. Ami azt jelenti, hogy egyre többen kezdik mesélni Csíkszeredában és Vlahicán, ahol én tanítom, hogy hát stoppolt egy asszony, felvette, és egy idő után lenézett, és látja, hogy lólába van az asszonynak, akkor megállt, hogy szálljon ki az asszony, mert megijedt a sofőr, és akkor az asszony benyúlt az egyik zsebébe, kivette egy marék gabonát, szétszórta, és azt mondta, hogy ebben az évben jó búzatermésünk lett, a másik zsebéből kivette egy marék kukoricát, szétszórta, és azt mondta, hogy de a jövő évben jó kukoricatermés lesz, és akkor utána benyúlt a mellébe, kivette egy marék alutvért, csak szembe dobta a sofőrrel, és azt mondta, hogy de két év múlva térdig járunk vérbe. Na most már. Megtörtént vagy nem történt meg? Én, mivel mindenki mesélte, ezért úgy gondoltam, hogy ráér még gyűjteni. Úgyhogy egy 9. osztályban, ahol tanítottam, és ahol ilyesmit állandóan beszéltünk, bosszor, mindenről beszéltünk, mert hát irodalomról nem nagyon, felírtam, hogy Ady Endres évszámok, de azon túl nem nagyon lehetett azokkal a kedves gyerekekkel erről beszélgetni, de a boszorkányokról lehetett, hogy akkor ezt mondták, s az éjjel, s izés, a falu felső végén, s... na szóval mindenfélét lehetett beszélni, leírattam. Van 25 gyerekírás, hogy ők mit hallottak arról, hogy lólábú asszony. Hallottak, de ez hallott. Megtörtént? Ember. Mi az, hogy megtörtént? Hát szóval ez egy valóságos történet? Van filmdokumentáció róla? Van fizikailag rögzített nyoma annak, hogy a lólábú asszony létezett? De én alapvetően a hiedelemkutatót kérdezem, na, hogy azt gondolja, hogy ez meg is történt, na, vagy ez csak egy gyűjtés eredménye? Álljunk meg! Mert nem ez az érdekes, hogy mesélik, hanem az az érdekes, hogy jön 90, én nagy hirtelen a művelődésnek a újságírója leszek, és nekem az a dolgom, hogy falukat járjak, na akkor most megyek, akkor két napig ezt gyűjtöm. Senki nem emlékezett rá. Senki. Tehát kérdeztem, hogy hogy van a ló... Anyósom mesélte, és többször is, hogy de hát hogy? Hát ilyen nem meséltem, én nem tudom. Tehát mi ebből az én következtetésem? Van egy társadalompszichikai krízis, és vannak olyan dolgok, amik a krízisben elhihetők. És utána van egy nagy robbanás, tisztulás, valami más, és akkor ez már nem létezik. Ez már nem létezik. Tehát mi az, ami dokumentálva van? A dokumentumokat hogy értelmezzük? Én ezt el tudom mondani, a történetet oda tudom adni azokat az írásokat. Hogy járt-e és hol járt a lólábú asszony, nem tudom, de azt, hogy visszamenőleg középkorban és számtalan krízishelyzetben megjelent az ördög különböző alakokban, és az ördög az felismerhető például a lólábáról, ezt megint tudom dokumentálni különböző szakirodalmakból. Erre látom, hogy nem nagyon akarsz válaszolni, hogy ez megtörtént, vagy nem történt meg. A kérdés az, hogy én találkoztam-e boszorkánnyal. Alapvetően. Mert hogy én ilyen boszorkányos tevékenységet folytattam-e, erre én azt tudom mondani tiszta lelkiismerettel, hogy nem, hiába kértek rá. Aha. Tehát, hogy maga tudása van, mondja meg azt, hogy... Igen. Ha kétszer összevesztem a szeretőmmel, harmadszor vajon, mert mondtam, hogy háromszor összevesztek, de nem biztos, hogy háromszor kibékültek. Vajon harmadszor kibékülök-e? Most mondjam meg. Hány hülyeségből mondtak ilyeneket? Igen. Na jó, hát ezek a játékok, amit igen. Az ember játszik. Tehát én nem találkoztam boszorkánnyal, de találkoztam olyan emberekkel, akik találkoztak boszorkánnyal. Na most már, hogy ez igaz,
vagy nem. Ez nem jelent más szerintem csak azt, hogy az én hiedelem rendszerembe az, hogy én találkozzak boszorkánnyal, nem fér bele. Nem fér bele. Nem fér bele. Maradt még két kérdésem. Az egyik az lenne, hogy a rekegő mond neked valamit? Igen, hát ez megint egy imesi, hát a kiszorult lélek. Tehát amikor meghal valaki, akkor megvan a ritus, hogy hogy kapja meg a pihenését, hogy lesz csendes a pihenése, hogy lesz békességes a pihenése. És ha ez nem történik meg, tehát nem tesznek mellé bizonyos tárgyakat, amit ő szeretett volna, vagy nem olyan lesz a temetési rítusa, akkor visszajár. A halott visszajár. Egyébként is a halott az különböző elképzelések szerint itt van, például november 1-én terítenek az asztalnál a nemrég meghalt családapának, és akkor hát mondjuk megeszik helyette is az ételt, de úgy megidézik. Úgy megidézik. Tehát mi az, hogy elment, mi az, hogy visszajött, mi az, hogy velünk van. Igen. Úgyhogy ebből a szempontból is. Én rengeteget járok a Gyümesbe, és ott van egy ilyen kis falucska, amit kóstereknek hívnak. Igen. Ugye, hogy be kell menned Havaspatakán, vagy már majdnem megvan az aszfalt. Palánka felől is bele. Igen. És ott hallottam, akár ilyen amatőr gyűjtő lettem arra a pillanatra, hogy valaki elmesélte, hogy a rekegőről elkezdtek beszélni. És kérdeztem, hogy mi az, hogy rekegő? Hát az, hogyha alkonyidőben hallják ezt a rekegő hangot, amit vagy egy róka ad ki, vagy egy madár, akkor szinte holdbiztos, és nem lehetően mondom így, hogy holdbiztos, hogy aznap ilyen valaki meghal. Na, akkor ez ahhoz tartozik, hogy a haldoklik valaki, és érte jönnek. Mit jelent az, hogy érte jönnek? A haldoklás előtt, tehát ez általános hiedelem, hogy megjelennek a halottaink, és azt mondják, hogy készen van a helyed, jó hely van, nincsen baj, búcsúzz el, gyere, elviszünk, stb. Tehát az átmenet kérdése. Az átmenet az mindig nagyon kell hinni benne, hogy nem a semmibe megyünk. Az, aki azt gondolja, hogy a semmibe megy, és ez egy tudományos elképzelés lehet, az nagyon rosszul éli meg az életét, és pláne az utolsó időszakát. Ez az átmenet, ez a purgatóriumnak nevezett? Ez az átmenet akár... azt jelenti, hogy a halottaság és közvetlenül a halál után mi történik velünk. Mert aztán hosszú távon már a szeretteink elmúlnak, és akkor már az emlékünk is, a sírkövünk is. Hát igen, tehát az a hosszú táv, az, a rövid táv az érdekes. Tehát a rövid távban mi történik velünk? És ki az, aki jön, ki az, aki szólít? Nagyon érdekes, hogy például ilyen általános hiedelmek voltak. Én is találkoztam vele, hogy a gyerek, a kereszteletlen gyereket, meg kellett keresztelni. Tehát megszületett a gyerek, meghalt, sürgősen elvitték a paphoz, a templomba, és akkor a pap azt mondta, de hát ez nem él, és akkor azt mondták, hogy né, hát most felnevet, né, piros az arca, kellett valami jelet kapni, amiből kiderült, és akkor megkeresztelték, és akkor el lehetett temetni, mert akkor már nem pogány volt, hanem annak a közösségnek a tagja, ahova mi is fogunk majd menni, miután meghaltunk, és ő vele is fogunk találkozni. Készíti ő is a helyünket. Nem szabad senkit se elengedni úgy, hogy ne legyen aztán a lehetőség vele újra találkozni. Márpedig azzal lehet újra találkozni, aki szertartásosan van elengedve és evezéssel átvíve a túlvilágra. Ez akár egy nagyon szép végszó lehetne, de még azért lenne egy kérdésem. Ilyen szempontból is nagyon izgalmas a Székelyföld, főleg néprajzkutatói szempontból, hogy... Már a Maros is érdekes. Bukovina is érdekes. Hogy alapvetően az egyházi liturgikus centrumnak számít, ugye Csíksomjóról beszélve, és mellette pont olyan aktívan és intenzíven megfér ez a mélyen gyökerező hiedelem világhalmaz. Ez így egymás mellett nagyon szépen megél. Én ezt állítom, és azon kívül még azt állítom, és az van benne a könyvben, nem számított, hogy katolikus, nem számított, hogy református, nem számított, hogy unitárius közösség, nem számított, hogy városközeli, nem számított, hogy gyimesi. Mindenütt megvannak ugyanazok a hiedelmek. Legfeljebb városközel és az unitárius részen az öreg ember az előbb azt mondja, hogy maga egy olyan okos ember, maga ilyen hülyeségekkel mit foglalkozik.
És akkor ő kimegy, és akkor a felesége elmondja azokat a dolgokat, amit egyébként a pasas is tud, de a felesége az, aki inkább azt mondja, hiedelmekkel, inkább én élek, az uram az nem hisz. Na, én ezt nem hiszem, hogy az ura nem hisz. Ő egy család. Csak az ura ilyen helyzetben egy városi gyűjtő, folklorista, média megjelenik, akkor azt mondja, hogy engem hagyjatok ki az egészből, ti vállaljátok ezt a babonásságot, mert ennek ez a címkéje. Én nem vállalom, de azért csinálom. Tehát válasszuk el azt, ami történik, attól, ami reprezentálva van. A reprezentációnak az alapvető formája az az állami intézmények képe arról, hogy mi a társadalom, és a média képe arról, hogy mi a társadalom, és a bűnüldöző szervek képe arról, hogy mi a bűn. Hát ez egy része az életnek, de hát ennél sokkal több az, ami körülöttünk van. Köszönöm szépen a beszélgetést. Hát én is köszönöm.